Májustól újra megtekinthető Erdővidék Múzeumában, a 10 évvel ezelőtt a felsőrákosi kőszíni fejtésben talált Mastodon Anankhus arvernensis csontváza. Ezelőtt 10 esztendővel a felsőrákosi kőszíni szénbányában talált Mastodon Anankhus arvernensis, azaz, ha jól mondom, gumós fogú őselefánt csontvázának a kiállítását nyitanánk meg ma este. Szeretettel köszöntöm körünkben Katona Lajos Tamást, 10 esztendeje most már mondhatom, hogy barátunk, akinek elévülhetetlen érdemei vannak ennek a Mastodonnak a kutatása terén, illetve konzerválásában, a kiállítás berendezésében vannak jelentős érdemei. Emellett köszöntöm Varga Mihályt, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatóját, illetve Lázár Kis Barna polgármester urat, akik megtisztelték jelenlétükkel a mai rendezvényt. 2008 nyarán kaptuk a hírt, hogy a felsőrákosi külszíni szénbányában találtak valamit. Úgy néz ki, hogy elefánt. Csontokat. Igen, csontokat természetesen. És hát Tóth Levente volt a bányának a vezetője, és hát az ő kezdeményezésére, vagy jóváhagyásával, meg biztatására elkezdtük ennek a csontváznak a feltárását. Jeleztük a megyei tanácsnak, a Székely Nemzeti Múzeumnak és a Baróti Polgármester Hivatalnak is ezt a leletet is. Mindenhonnan pozitív volt a jelzés és a segítség is. Első szóra a megyei önkormányzat már egy 10 000-re is támogatást nyújtott azért, hogy ez a feltárás 2008-ban fejeződjön be, de végül 2009-ben fejeződött be. Most pedig, amit látunk, az remélem, hogy az utolsó előtti állomás. Igyekeztünk a végleges előtti helyén elhelyezni a Mastodont, hogy minél élvezhetőbb legyen a látogatók számára is, Barótnak, Erdővidéknek, a mi megyénknek egy olyan jelentőségű látványosság, amiért érdemes eljönni Barótra és megtekinteni ezt a leletet. Azért mondom, hogy utolsó előtti állomás, mert úgy vélem, hogy ez a múzeum most már úgy kezdte feszegetni a korlátait, abból a szempontból, hogy szűk a hely, ahol működik a múzeum, ez a kiállító termünk van, illetve az, ami a múzeum fennhatósága alá tartozik. Ezért ahhoz, hogy egy erdővidék történetét és kultúráját bemutató kiállítást hozzunk létre, ahhoz, hogy egy ennél gazdagabb paleontológiai kiállítást hozzunk létre, amire szintén lehetőségünk lenne, és ahhoz, hogy az önök által, sokak által ismert Ólomkatona kiállítást is jelentős mértékben bővíteni és bemutatni tudjuk, ahhoz egy jóval nagyobb ingatlanra lenne szükség, akár építés, akár mindenféle megoldást érdemes kitalálni és végrehajtani. A mostani látvány pedig, amit fognak látni, az Katona Lajos, Szaponyos, Bálint, Keserű Ildikó és Mayer Lászlónak a munkája, és mielőtt átadnám a szót Katona Lajosnak, hogy szakmai szempontból világítsa meg mindazt, amiért önök idejöttek. Azelőtt átadnám a szót polgármester úrnak, Lázár Kis Barnának, hogy néhány szóban üdvözölje a jelenlevőket. Azt követően pedig Varga Mihály igazgató úrnak, hogy úgy szintén ezzel a céllal kérem, hogy szóljon néhány szót jelenlevőket. Örvendek mindenképpen, hogy visszakerült ide ez a úgymond csontváz, ugye, vagy a csontváznak egy része, és Barótnak lett egy olyan látványossága, amely úgy gondolom az Ólomkatonának, ahogy Laci mondta, én is, amint látom, azt is lelkesen látogatják az ide látogatók. Amiről Laci beszélt, hogy kellene egy nagyobb, tágasabb helyet, teljesen egyetértek, hisz nagyon sokszor hallom és látom is egy párszor, amikor voltam, hogy ez a hely kicsit kinőtte azt a jellegét, amelyre ide ezt elképzelték. Viszont ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy az anyagi keretek között azok limitáltak. Vannak néhány elképzelések, én gondolom, hogy ezt meg fogjuk tudni valósítani, hogyha így tovább együtt dolgozunk, és reméljük, hogy akkor tényleg az utolsó állomásra kerül. Ugye az Ólomkatona kiállítás, ugye a Mastodon csontváza, és lesz egy olyan végleges hely, ahol látogathatják az ide látogatót, meg persze a barótiak is. Úgyhogy én további jó munkát kívánok a lelkes csapatnak, és az elkövetkezőkben is, ahol tudjuk és amikor tudjuk, anyagilag is, meg szellemileg is, lelkileg, meg kézzel is, segítsük a múzeumot. Köszönöm szépen! Kedves közönség! Szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti eseményen. A Baróti Erdővidék Múzeuma az a legfiatalabb alegysége a Székely Nemzeti Múzeumnak.
és úgy, ahogy az idősebb testvérei úgy nőtt ki tulajdonképpen belőlünk, az anyai intézményből, ahogyan volt Kéznivásárhelyen egy Ince László, ahogyan volt Csernátonban egy idős Haszman Pál, úgy Baróton is voltak lelkes emberek, és vannak lelkes emberek, akik átlátták, fontosnak tartották, hogy egy ilyen kis gyűjtemény múzeumot létrehozzanak, hogy a helyi identitást erősítsék. Nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek magukénak érezzék, hogy ne csak az emberek, ne csak az idejárók, hanem a város, a helységnek a döntéshozói is magukénak érezzék, hiszen a múzeumok mindenütt nem csak identitás hordozók, hanem úgynevezett a helységnek, a városnak, a falunak a brendje. És nagy öröm számunkra, hogy ugye 12 éve, novemberben lesz 12 éve, hogy felavattuk a múzeumot, és hogy hallani az újságban, hallani a hírekről, hallani a Tortoma önképzőkörről, amely szerintem egy népfőiskola tulajdonképpen, nívós, komoly eseményeket hoznak létre. Tehát van a helynek egy ereje, van az itt élő szellemi életet élni kívánó embereknek egy menedékhelye a templomon kívül, ahova tudnak jönni, és fel tudnak töltekezni a hétköznapok harcaihoz. Köszönöm szépen tehát a felvezetőt és a biztató szavakat, az elismerő szavakat, és akkor most átadnám a szót Katona Lajosnak, hogy vetített képes előadás is készült, ismertesse ennek a Mastodon leletnek a jelentőségét. Valóban 10 év története, és hát mint hallottam, hogy 12 éve lett felavatva a múzeum, hát majdnem alapítás évében érkeztünk ezzel a jószággal, vagy legalábbis érkeztem első körbe. 2010-ben elkísért minket Gandhi barátom Csermák Zsolt, aki úgy szintén segített a csontok preparálásában és fotózásában, illetve Dick Moll, aki pillanatok alatt összerántotta az állatnak az egyik mancsát. Itt látható, hogy négyen próbáljuk összetartani. És hát Bálint barátommal már nem bírtunk magunkkal, mi mindig csak darabokban láttuk ezt a holmit, és egyik nap, amikor már azt mondtuk, hogy végleg elegünk van, kihortuk ide a előtérbe a koponyáján kívül az összes csontját, és lehet látni, hogy ezért bőven megmaradtak az állatnak az alkatrészei. Nyilván van olyan, amit nem látszik, mert nem annyira volt látványos, vagy még akkor preparálva. 2016-ban ugye a Barca Rozsnyói kiállítás megelőzően tértünk vissza, amikor már ugyan relatíve mozgatható állapotban voltak a csontok, de a koponyája az sosem volt olyan állapotban, hogy az egyáltalán bemutathatóvá váljon, másrészt irtózatosan nehéz volt, mert az állkapocs és a koponya, most ugye a koponyát mutatom, az állkapocs és az alsó, illetve a koponya és az állkapocs az ilyen formában rögződött meg, pont amiatt, mert az állat, ahogy elpusztult, a bal oldalára lefeküdve az állkapocs lebillett. Az állkapocs egyébként tudni kell, hogy az első olyan alkatrész, ami rendszerint szeret eltávolodni a csontvásztól, ezt a mamutoknál is tapasztaltuk, mert mit tudom én, ahol a Laciék ülnek, ott volt a csontváz, és ahol én állok, ott találtuk meg a kicsi mamutnak az állkapcsát. Pont amiatt, mert olyan formája van, hogy borzasztó könnyen gurul el. És ahogy elhalnak az inak, szépen fogja magát és elgurul a alsó állkapocs, hát ennek nem volt ilyen szerencséje, és ezáltal nekünk sem, hiszen olyan brutálisan össze volt égve az agyag a két holmi között, hogy két választás volt, vagy nekiállunk vésővel, ami ismerjük a fafaragónak a módszerét, gerendából csinált egy fogpiszkálót, persze le tudtuk volna vésni a fogait is, nagyon szép eredmény, és a másik megoldást választottam, amit egyébként ilyen leleteknél abszolút most próbáltam ki, utólag bemerem vallani, a homokfújást, és Dénes barátunk udvarán történt meg ez a dolog, és egy krokodil emelővel sikerült ketté választani a koponyát az alsó állkapostól. Így már azért barátságosabb súlya rendelkezett a koponya, mert már három ember azért könnyebben mozgatta, az alsó állkapcsát meg ugye két ember, hiszen két részletben van per pillanat meg az alsó állkapocs.
És hát preparálás után azért egészen már jobban felismerhető a jószág, itt a szájpadlása, két kifejlett fogacskával, utolsó fogával. Itt látható az a hely, ami az imént említett fogváltásból fakadóan még ugye nem gyógyult be. Itt látható még az agyar kimenete, és oldalt nagyon érdekes, hogy itt láthatóak azok a foggyökerek, ami azért látszódik, mert ugye a felső állkapocsnál lejött a felső állkapocsnak az a borító rétege. Még nagyon fontos megemlíteni, ugye beszéltünk a mamut és a masztodonok kapcsán, hogy sok minden különbség van, de ez kifejezetten, hogy a agyar kimenete és a állkaposnak a szöge, az szinte majdnem ugyanolyan. Tehát az ábrázoláson is látszik, hogy borzasztó hosszú egyenes agyarai vannak ezeknek a masztodon féléknek. Ugye a mamutoknak meg van egy rendkívüli lefele irányuló és általában ilyen hordós jellegű agyaruk. És hát a barcorozsnyói főpróba előtt volt egy baróti főpróba, behordtuk az állatnak a csontjait, és hát előszeretettel segítettek a csajok is igazgatni a csontokat. Itt háttérben ugye nem látszik, de majd lesz róla olyan kép, a Krizsán Sándor magánygyűjtő is segített a 16-os preparálásban. És hát a rozsnyói kiállítás egy készülő és egy már készen levő állapotban. Ugye oda nem nagyon javasoltam elvinni az összes csontot, részben azért, mert így is látszódik, hogy egy borzasztó nagy állatról van szó, másrészt azok a bordák még nem voltak annyira jó állapotban, hogy azokat mozgassuk, és természetesen azért itt az állatnak a fontosságából fakadóan is nem mindent gondoltuk, és ezt egyébként Laci is támogatta, hogy nem mindent adunk azért oda a kiállításba. És hát összefoglaláskép, említettem a csontérképet, ezt akkor nem tudtuk volna elkészíteni, hogyha nagy tömbökbe fogjuk bementeni az anyagot, és itt bent preparáljuk, mert ugye akkor nem tudjuk, hogy egymás csont hogy viszonyul egymáshoz. Ez a csontérkép egyébként rendkívüli mód segített abban, hogy későbbiekben Dick Mollal a fotók alapján egyetlen egy csigolya tévedéssel szinte az összes csontot be tudta azonosítani, mert földobtam neki a csontérképet, és már mondta, hogy 11-12-13-as bordák, nem tudom, hanyas csigolya, ez egy borzasztó nagy segítségünkre volt, és ugye a csontérkép alapján sikerült eredeti állapotában visszafektetni a jószágot saját üledékébe. És hogy mi került elő belőle? Hát ez egy nagyon-nagyon rögtönzött csontváz rajz, ebből nyilván majd fogok egy kicsikét jobbat is készíteni. A mancsaiból lehet látni, hogy fantasztikus mennyiségben kerültek elő anyagok. Fontos megemlíteni, hogy ezek a jószágok úgynevezett szeszimoid csontokkal is rendelkeztek, ami azt jelenti, hogy nem az új perceiken sétáltak, illetve a körmükön, hanem voltak a kézközép csonttal kinyúló, tehát ezeknél úgynevezett szeszimoid csontok. És ezeken a csontokon sétáltak. Dick Moll állandó jelleggel mindig elmondta, ezeket például azt se tudták, hogy van-e az anankusznak, mert egyszerűen nem kerültek ilyen csontok elő. És elmondta a Dick Moll, hogy nem csak azt tudja meg az ormányos kutató egy csontból, hogy volt-e az állatnak vagy sem, vagy hova tartozott az a csont, hanem például megtudta azt is, hogy milyen környezetben élt. Tudtuk azt, hogy mivel táplálkozott, mert majd a kiállításban is lehet látni jó néhány levél törmeléket, ami minden bizonnyal az állatnak a táplálékához szolgált. De példának okáért elmondta, hogy ez a jószág, miután megvoltak ezek a kis gumocskák mind a kezén, mind pedig a lábán, azt feltételezi, hogy puha talaj volt, és nem az új percein sétált. Aki új perceken sétál, az az afrikai elefánt, mert ott aztán rohadt kemény a talaj, szétszárad ugye a környezetbe, és annak a szeszimai csontja jóval lentebb vannak, és ezáltal ő tulajdonképpen majd, hogy nem az új perceiken, tehát az utolsó új perceiken sétál. Tehát ez számomra nagyon érdekes info volt, abszolút nem gondolt bele az ember, de maga a kéz és a láb tartásából
plusz környezeti információkra is kerülhet. Ezen túl előkerült az állatnak az a csontja, amit megint csak nem ismertek, a nyelvcsontja, illetve nagyon szépen előkerült a farok csigolyának az utolsó csigolyái, illetve hát ugye, mint mondottam, a csontváznak igen-igen nagy része is. Még a szentcsontja is, ami ugyan világít, de az is be kellett volna kicsit satíroznom. És hát ugye a köszönet nyilvánítást szokta mindenki elodázni, hogy köszönjük szépen és viszontlátásra, na de hát ennek a 10 évnek bizony nagyon sok embernek tartozunk köszönettel. Itt látható egy csoportkép kiegészítve Dénességgel, Krizsán Sanyival, Tóth Leventével, Dick Molnak, ugye a múzeum stábjának, az ittenireg Kodrea művész úrnak, aki egyébként eljött, meglátogatta a leletet, nagyon örült neki, paleontológus, és azóta se láttuk, és hát nagyon reméljük, hogy vizsgálati eredményeiről azért be fog számolni. Egyébként idén, illetve talán jövőre ebből elkészül az a tudományos publikáció, amit ilyenkor rendszerint el szoktak készíteni a kutatók. Ez nem a nagy közönségnek szolgál. A nagy közönségnek terveink szerint Dick Moll is jelezte, hogy egy ismeretterjesztő könyvet is szeretne ebből készíteni, vagy legalábbis mit szólnánk hozzá, hogyha készülne belőle. Nyilván egy háromnyelvű változat, ahol be tudjuk mutatni az állatnak szinte az összes csontját, mint egy határozó könyvet, és bemutatnánk a itteni környezetnek, az itt élt állatoknak a ősmaradványait is. És hát a jövő, esküszön nem konzultáltam se Lacival, se Varga Mihály igazgató úrral a jövőről, de terveinkben volt ugye a kiadványok elkészítése, majdan egy lábraállítás, hiszen ez a csontváz alkalmatos lenne arra is, hogy ez ne csak ott feküdjön a üledékbe, hanem ez lábra állva, ahogy a montenegrói példa is mutatja, egy nagyon impozáns lelet lenne. És hát köszönöm szépen a figyelmet, remélhetőleg nem voltam túl. Ott látható a koponya, két darab magyar kimenettel, hogyha kicsit haladunk tőlem balra, ott ugye a nyakcsigolya sor látható, hosszú nyúlványokkal a hátcsigolyák. Az a hosszú nyúlványok azok, igen, de az... Azok egy háti csigolák, az gyakorlatilag, hogyha megnézi és egy kicsit feljebb emeli a projektot, ott van egy búva az állat hátán, gyakorlatilag igen, azt a búvot jelenítik meg. Értem. És hogyha visszamegyünk oda, és haladunk tovább, akkor ott látható mögötte még a lapocka. Ott hátul. Igen. Gyakorlatilag, ha itt előre haladunk, akkor itt folytatjuk. Itt folytassuk. Gyakorlatilag hogy az alkarnak a két csontja, illetve a felkarcsont. Másik pár gyakorlatilag, itt is az alkarnak a két csontja és a felkarcsont. Igen. Rajta keresztbe fekszik a másik lapocka. Igen. Majd a bordák. Rendben. Bordák sorozata. És hogyha a hátsó részt is megnézzük, gyakorlatilag a medence, a csont. És a két darab van, hátsó végtagban a szárkapos csont, a zsírcsont és a lábszárcsont. És ugyanúgy szárkapos csont, zsírcsont és lábszárcsont. Ez a két darab tévkalács. És ez gyakorlatilag az alsó állkapocs, két darab íve és két darab őrlőfog, illetve valamint az agyar. Igen. Hát szabad kérdeznem akkor, ki ez a... Én Szappanos Bálint vagyok, geológus. Igen. És én Katona Lajossal 2009 nyarán jöttem ki ide Felsőrákosra, és Dendjuk Mihállyal hárman, illetve valami bizonyos szakaszokat Tóth Leventével négyen fejeztük be gyakorlatilag az állat középső részének a bordakosságnak, a csigolyáknak a bementését, és egyéb csontot, és majd onnantól kezdve folyamatosan idáig 2018-ig folyamatosan részt vettem gyakorlatilag az állat csontjainak a preparálásában, illetve hát a barszorúcsói kiállításnak a felépítésében, és ennek a kiállításnak a felépítésében is.